Japalemben. Tessék parancsolni. Egy órán belül egyétek meg, jó? Különben problémás lehet meg a módon. Lencse főzelék kolbásszal. Ez volt ma az ebéd annak a több mint 900 gyermeknek, akik részt vesznek a város gyermekétkeztetési programjában. A Zöldházban ma délben Szalai Ferenc polgármester és Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő közösen osztották a meleg ételt a gyerekeknek. Ez most 904 gyermeknek szól ezen a nyáron. Hozzávetőleg egy olyan 17-18 millió forintnyi összeg, ebből nyertünk egy 15-3 millió forint körül a város hozzátett. A humánszolgáltató központon keresztül tudjuk azt, hogy kik is azok, akik valóban a rászorultak közé tartoznak. A humánszolgáltató itt is egy népsor alapján adja a lehetőséget, illetve a város pedig biztosítja az étkezést. A melegíthető konzervek helyett 2012-től egy tál melegételt biztosít a szolnoki önkormányzat a nyári szünet ideje alatt a rászorulóknak. A segítség nélkül ezek a gyerekek nem kapnának minden nap melegételt. Akárcsak a város számos pontján itt is óriási segítséget jelent azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi juttatásban részesülnek itt a városban. A gyermekétkeztetési program augusztus 15-éig tart. Az étel a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Tiszaligeti főzőkonyháján készül nap mint nap. Az osztásra ezúttal is 5 helyszínt jelöltek ki. A Széchenyi lakótelepi Zöldház mellett a Szandaszőlősi Művelődési Házat, a Gyopár úti Biztos Kezdett Gyerekházat, a Humánszolgáltató Központ Városmajor úti székhelyét, valamint az Ötvöstéri Idősek Otthonának udvarát, lefedve ezáltal a város teljes területét.